Szeptember 3-ától a korábbi kettő helyett jóval több vonat indul majd Komárom irányába, amivel közvetlenül juthatunk el például a Csóka Kői Várba, Morra vagy akár a Komáromi erődbe. De a munkába járást is segíti majd az új menetrend. Székesvérvár Komárom regionális vonalon az utasok visszakapják az egész napos mobilitás lehetőségét. Két óránként ütemes menetrend szerint közlekednek az S150-es személyvonatok. Erről számolt be közösségi oldalán Vitézi Dávid a technológia és ipari minisztérium államtitkára. Székesfehérváron komáromba 6 óra 26 perc és 18 óra 26 perc között. Komáromból fehérvárra pedig reggel 6 óra 5 és este 6 óra 5 között indulnak minden páros órában a vonatok. A tapasztalatok alapján a menetrend későbbi bővítésére is van esély, így akár a fehérvári helyi közlekedésben is szerepet kaphatna a regionális vonal. Fehérvár polgármestere a bejelentett menetrendváltozás kapcsán már arról számolt be közösségi oldalán, hogy azt kérte Vitézi Dávid államtitkártól, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a jövőben esetleg száraz rét megálló helyen is megállhassanak a vonatok. Ez sokaknak jelentene segítséget, hiszen akár helyi bérlettel is használható lenne ez a közösségi közlekedési lehetőség, egészen a vasútállomásig. Mint a polgármester írta, az egyeztetéseket elkezdték, azoknak eredményéről később ad majd tájékoztatást.